Mai vendégem egy tehetséges színművész és énekművész, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy énekelhetett már az Állami Operaház és a Nemzeti Színház színpadán is. Ő Hoffmann Richard. Elképesztő énekhangod van. Mikor dőlt el, hogy a hivatásod lesz az éneklés? Amikor megszülettem. Ki fedezte fel, hogy neked már születésed pillanatában szuper énekhangod volt? Anyukámnak köszönhetem. Az elmondása szerint azt a 9 hónapot, amíg terhes volt velem, végig énekelte. Énekelte? Aha. Nem sírtál, nem, ő, nem üvöltetett? Ő végig hogy ő énekelte. Aha. Mert hogy ő énekes? Nem. Nem. Csak nagyon szerette a zenét. De jó. És hát ennek próbálja tulajdonítani, mert a családban nem nagyon volt zenész, meg színész előttem. De ahogy kérdezed, gyakorlatilag gyerekként nem, már nem volt eldöntendő kérdés. Uh-huh. Valahogy a zsigereimben volt. Jöttek át hozzánk rokonok, leültettem őket, és akkor előadás volt. Bábjáték volt. Óvodában tanultunk dalokat, elénekeltem. Elmentünk egy színházi előadásra. Másnap jött értem anyukám az óvodába. Néma csend. Ugye előtte mindig hatalmas zaj volt, úgy kellett minket lecsitítgatni. Hatalmas csend. Nem tudtam, mi van. Elmentünk. Benyitott, és azt látta, hogy le van ültetve a teljes osztály, és Ricsike előadja a tegnap látott előadást a színházból. Nem volt tudatos, bennem volt, és Mikor vált tudatossá egyébként? Tehát amikor tinédzser lettél, akkor már nagyon-nagyon tudtad, hogy ez a hang, ez biztos a színpadra való, nem? Tehát Akkor se tudtam. Egyszerűen jött belőlem, és szerettem csinálni. Meg szerettem a hatásokat, hogy tetszik az embereknek, hogy boldogak tőle. Ezt nagyon szerettem. Általános iskolában ott viszont ugye nagyobb tér nyílik arra, hogy az ember kifejezze magát. Prózamondó versenyek, énekversenyek, tanévnyitó ünnepség, mindenféle ünnepség. És akkor a tanárok keresik, hogy ki az, akit ki lehet állítani. És ugye bennem volt ez a érzés, hogy ezt akarom csinálni. És ott nyílt meg nagyon sok minden. Ott elkezdtem járni prózamondó versenyekre, először az iskolaira. Azt mondták, hogy 5-ös kapunk, úgyis meg kell tanulni a verset, meg kötelező, de 5-ös kapunk, plusz szaktanári dicséretet, ha elmegyünk a versmondó versenyre. Hát ezért már megérte. Fantasztikus. Hát akkor be van biztosítva az irodalom 5-ösöm, évvégén elmegyek. Elmentem, és megnyertem. Hát akkor még nem mondták, hogy ha egy ilyet megnyerünk, akkor megyünk a kerületire. Az első helyezett megy a kerületire. De mondták, hogy semmi probléma, még egy 5-ös, ha oda is elmegyek. Hát nagyon jó mondom, akkor elmegyek. Azt is megnyertem. Akkor kellett menni a megyeire. Azt is megnyertem. Aztán kellett menni az országosra, fővárosira, és mindent megnyertem, és ez a sikerszériám prózával és verssel 5 évig tartott. Aztán tehát addig gyakorlatilag egész általános iskolát azzal töltöttem, hogy folyamatosan versenyekre jártam. És ez még csak próza volt. Próza volt, és vers volt, és az ének pluszba jött, amikor egyszer megkértek, hogy egy tanévnyitón énekeljek. Tehát az énektanárok már rögtön felfedezték, hogy itt valami... Még nem is ők, hanem ugye a sok prózai siker, meg stb. Stb. Én meg ugye hobbiként mindig énekeltem. Folyamatosan. Otthon Ricsit elképzelem, igen, mint a Reszkesetek betörőkben Kevint, ahogy a tükör előtt áll, és mindenféle eszköz bevetve mikrofonként próbálja otthon a hangját. Tehát tényleg így kellett elképzelni téged gyerekként? Abszolút. Harsogott tőled abszolút a fürdőszoba. Nyilván erről anyukám tudna jobban mesélni, meg a család, de hát ez teljesen így volt. És nem gondoltuk, meg anyukám se, tehát ő örült neki, hogy én ezt csinálom, de nem gondolta, hogy ez lehet egy hivatás. Írtó büszke lehet rád. Amikor megérkeztek a profi visszajelzések színészektől ezeken a versenyeken, meg azt, hogy a közönség szereti, akkor mondták neki, hát ugye én még arra mentem, amerre irányítottak, hogy ezzel profin el kell kezdeni foglalkozni, írasson be engem egy iskolába, ahol ebbe az irányba kiképeznek. És akkor gyakorlatilag 10 éves koromtól egészen hát mostanáig, hiszen ez olyan szakma, folyamatosan tanulni kell, de vannak intézményi keretek is, ahol szintén lehet ezt tanulni, és hát mindent. Alapfokú művészetoktatási intézmény, drámatagozatos gimnázium, utána szakiskola, majd a színművész papírom ugye az iskolába. Tehát nagyon-nagyon sok, onnantól kezdve az életem gyakorlatilag
ennek szentelem. Igen, beindult. Nagyon-nagyon sok műfajban kipróbáltad már magad, ugye énekelsz, musicaleket, operetet, operát. Most az opera, én bármikor hallak téged énekelni, én mindig órákig el tudnám hallgatni. Tényleg nagyon-nagyon tetszik a hangod, meg ahogyan a pároddal együtt énekeltek, az meg zseniális. De hogy az opera nekem azért az egy más műfaj teljesen. Azért az opera az opera. Tehát, hogy nem mindenkinek az ének hangja képes arra, hogy az opera ház színpadára kiállva is úgy hangozzon, ahogy annak az operának szólnia kell. De mégis megcsináltad, de mégis rendelkezel ezzel a készséggel. Hogy lehet valakiből opera énekes? Nagyon jó kérdés. Még én se feltétlenül tudom. De hát szeretném megtudni. Én nem gondoltam erre. Egyébként az opera énekesek klasszikus zenészek. Tehát igen, őket ugyanúgy képzik, mint egy balettost. Tehát egészen kiskortól irányítottan. Tehát aki opera énekesnek készül, róla már szülei eldöntik, ha tehetséges, ha nem, hogy ő opera énekes lesz, mondhatni. Anyukád is eldöntötte? Nem volt szó semmiről. Tehát, hogy célirányi sajt, pontosan mivel fogok foglalkozni, nem tudtam. És aki opera énekes, az bizony-bizony minden héten többször jár szolfézsra, minden héten többször jár zongorázni, és a hangképzést nagyon finoman elkezdi, hogy akkor a hang még fejlődik, jön a mutálás, és igazából az énekkel 18 év után lehet elkezdeni jobban foglalkozni. De azelőtt már egy olyan elméleti tudást kap mindenki, aki opera énekes vagy klasszikus zenész, hogy utána az egész életében arra tud támaszkodni. Ilyen értelemben én azt, hogy 10 évesen kezdtem el foglalkozni egyáltalán színházzal, és nem az volt, hogy azt mondták, hogy már pedig ezt csinálod, hanem ezt szerettem volna, és a pozitív visszajelzések tereltek erre az útra, ezért ez nekem később jött. És ugye ezt mind-mind fel kellett szednem az évek alatt, de nem gondoltam rá, hogy az opera megtalál engem. A musicalt kezdtem el énekelni, mint színházi műfaj. Ugye a próza és a musical gyakorlatilag találkozik a zene a színpadi zenés darabokba. Ilyen az operett, ilyen a musical. Melyik a kedvenced egyébként? Mit szeretsz a legjobban énekelni? Hú, nagyon nehéz kérdés. Ezért is vagyok bajban, mert mindig kicsit mást. Szeretem a változatosságot, és a monotonságot viszont kevésbé. Az opera, igen, amit kérdeztél. Igen. 18 éves koromban elkerültem egy új énektanárhoz, aki azt mondta, hogy megvan bennem a lehetőség, csak dolgozni kell rajta. Én meglepődtem ezen, és nem is jártam akkor még sokat operába. Körülbelül 3-4-szer voltam. Nem is tudtam, hogy érdekel-e ez engem, vagy tudnám ezt csinálni egyáltalán. És amikor színművész papíromat, színművész képzést végeztem, akkor egy gyakorlatra elkerültünk az operaházba. Amikor is egyből a nagy színpadra, operaház nagy színpadára kiálltunk, és eljátszottuk a darabot mi színészek, amíg az énekesek két oldalt énekeltek. És pont az egyik főszerepet kaptam én, ugye énekelt kint, ez egy ilyen szenírozott előadás volt, és az, amit addig gondoltam az éneklésről, minden értelemben, az ott egy pillanatra felülíródott. De akkor láttam, hogy ezt így is lehet csinálni, ilyen profin, tehát valóban ez az éneklésnek a csúcsa, az opera. Igen. Az opera. És akkor éreztem, hogy mivel maximalista vagyok, szeretek dolgozni, ezzel szeretnék foglalkozni. Akkor kezdtem el, és amennyiben még ezzel szeretnék foglalkozni, akkor nagyon-nagyon sokat kell még tanulják. Milyen, de benne van. Igen, benned van, igen. Milyen érzés volt először ott az operaházban, a színpadon állni, akkor, amikor a közönség is ott volt? Mert az egy dolog, hogy ugye próbáltok, de amikor a közönségből hallod azt az ovációt, azt az éjjelzést, azt a vastapsot, tehát az valami nagyon-nagyon katartikus élmény lehet. És nagyon-nagyon sokat tud adni. Nagyon hatással tud rám lenni. Egy másik példát mondok. Volt egyszer egy prózai darabban, hogy be kellett ugranom az egyik főszereplő helyett, úgyhogy egyébként játszottam a darabba egy kisebb szerepet. Ezek ilyenkor percről-percre változnak, hogy meg tud-e valósulni az előadás, vagy nem ilyenkor. És felhívtak 3-4 embert, hogy meg tudnák-e csinálni, és nem értek rá, stb. És aznap derült ki, hogy a főszereplő nem tudja megcsinálni. Tudtad a szöveget? Nem.
Nem. Hát egy próba folyamat előttünk volt, egy több hónapos próba folyamat, tehát láttam, tudtam, mit csinál, de nem tudtam a szöveget. És azt mondták, hogy Ricsi, nincs más megoldás, most beülünk a buszba, 2 óra az út, este előadás, meg kell tanulnod a szöveget, és el kell játszanod a... Tehát egy főszerepet egy 2-2,5-3 órás darabba 2 óra alatt tanultál meg a buszon. Igen. És erre azért vagyok nagyon büszke, mert nagyon motivál minden ilyen helyzet. Ami kicsit adrenalindús, az számomra a dopping. Ugye nem is véletlenül szokták hasonlítani a kettőt egymáshoz. És emlékszem rá, hogy van egy nagy monológ, 2 oldal, 2 A4-es lap. Úgy indít ez a főszereplő, a második felvonást ő nyitja meg. Kimegy, és ott legalább 10 percig beszélni kell. És mondták, hogy vidd be a szövegkönyvet, vagy súgunk, vagy stb. Hát mondom, nem, hát ez hogy néz ki? És megtanultam. És ahogy mondod, hogy milyen hatással van, hogy bennül a közönség. Kicsit ilyen transz érzés, olyan, mint a transzba estem volna. Ugye lebeg előttem a szöveg, de közben lebeg előttem a mondani való. Hogy át akarom adni a közönségnek azt, amiről szó van, hiszen miattuk vagyunk ott. És baromi jó érzés volt, mert ahogy befejeztem a monológot, nyílt színi taps volt, tehát beletapsoltak. Ugye előadás közben ez mindig nagy dolog egy színésznek, és úgy jöttem ki a színpadról, hogy zengett a ház. Azt a minden. És ez hát nagyon sok ilyen élményt. Még. Én meg kívánom, hogy sok ilyen élményed legyen, igen. Soha nem voltál lámpalázas? Soha nem érezted úgy, hogy izgulnál előadás előtt, vagy előadás közben? Ekkor izgultál egyébként? Hát, persze, de ezek mind jó irányba lökik az előadást meg az embert. Tehát ugye 2 verzió van, vagy valakire nagyon rossz hatással van az izgalom, vagy nagyon jó hatással. Lehet, szerencsére jó, én az utóbbi csoportba tartozom, és nem is tudom elképzelni enélkül a színpadi létet. Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor olyan üres lenne az egész. Hozzátartozik. Van olyan technika, amivel te tudod magadat segíteni abban, hogy szöveget tanulj ilyen gyorsan? Tehát léteznek ilyen technikák? Vagy ez hogy? Vagy ilyen fényképmemóriád van? Vagy hogy lehet ezt elképzelni? Vagy beleéled magad, tehát a történetbe, meg egyrészt nyilván hallottad a próbákon, említetted, hogy ugye ott voltál a próbákon, csak más szerepet gyakoroltál, tehát nagyon nehéz memorizálni úgy egy szöveget, hogy közben 2 óra vagy 3 óra múltán neked ott helyben nem improvizálnod, hanem elő kell adnod. Igen. Hát hála Istennek, amit meséltem, ez az általános iskolás, igen, prózás verses versenyzés, ez mind felkészített erre. Mert ott azért elég komoly, volt egy negyedórás prózai művet kellett megtanulnom, és azt betűről betűre tényleg úgy tudtam, meg anyukám ki is kérdeztem rendesen tőlem. Most ahhoz képest ezek relatív kisebb szövegek, meg dialógusok. Az embernek van egy hosszú távú, meg egy rövid távú memóriája. A rövid távú memóriába egy ilyen adrenalin lökettel, hogy tudod, hogy elő kell adni, hogy tudod, hogy meg kell csinálni. Nem az van, hogy ha kedvem lesz, esetleg megtanulom, hanem ennek meg kell történnie. Tudnom kell este a szöveget. Te tudatosan eldöntöd, igen, hogy neked ezt most kell csinálnod. Tehát nincs határlátva. Nincs más. Hogy néz ki egy napod, mondjuk, hogyha előadás van? Hogy néz ki egy színművész mindennapja? Hát reggel, mikor felkelek, már gyakorlatilag tematikusan készülök este az előadásra. Ha van előtte próba, akkor a próbán nem dolgozunk olyan nagy energiákkal, mert este az előadásra tartalékoljuk magunkat. De nagyon komplex a kérdés, mert sok mindenre kell figyelni. Tehát én figyelek arra, hogy mit eszem, mit iszom, hogy előtte való napokon mit csinálok. Tehát előtte való nap nincsen nagy buli, meg nincsen, igen, nagy. Mi történik, edzés. Ha elmegy a hangod, így van. Hát nem csak, igen, tehát mindenre figyelni kell. Főleg amikor ilyen nagy volumenű dalokat éneklünk, akkor ott tehát nagyon számít, hogy milyen állapotban megyünk oda. Úgyhogy az előadás megelőző időszak az odafigyelésről szól. Melyik szerepedre vagy a legbüszkébb? Hát a legbüszkébb az a most futó egyik szerepem. A Debreceni Csokonai Színházban, a Csárdás királynőben vagyok Edwin. Az egy nagyon-nagyon nagy büszkeség.
De van egy másik nagy büszkeség, a Nemzeti Lovas Színház, ott a honfoglalásba játszottam a Táltost, ami azért volt nagyszerű, hogy a Pintér Tiborék csinálták ezt az előadást, és Tibor, Tenya, az ország másik végében egy másik előadást játszott, és gyakorlatilag az ő szerepébe, a főszerepbe álltam be egy másik előadásba. Aztán. És ez egy nagyon szép élmény, gyönyörű darab. De mindegyiknek megvan a maga varázsa, meg a maga szépsége. Romantikus regényíróként muszáj egyszerűen megkérdeznem, hogy szokott-e olyan történni, vagy történt-e már veled olyan, hogy mondjuk szerelembe estél a partnernőddel, tehát van-e romantika a színházban, lehet-e beleszeretni abba, akivel játszol egy szerepet, nyilván rengeteget próbáltok, ott vagytok a színpadon, történhet ez egy pillanat alatt is, szoktak ilyen dolgok történni? Kell is, a kémia nagyon fontos. Tehát hogyha el kell játszanunk, hogy szerelmesek vagyunk egymásba, ugyanúgy, mint az életben működik a kémia. Tehát, hogyha ki nem állhatom a másikat, akivel együtt dolgozom, valóban az is egy érzés, de kevésbé pozitív. Tehát nagyon-nagyon fontos. Egyébként a párommal így találkoztunk a színpadon. Színpadon jöttünk össze. Nagyon fontosak az érzések ugyanúgy. Akkor is, ha eljátszottak. Tehát nem együtt megyünk haza, most nem a páromról beszélek, hanem mondjuk itt a Csárdás királynőben én vagyok Edwin, és ugye Szilvia a szerelmem. Nem együtt megyünk haza kézen fogva, de a színpadon igenis fontos, hiszen a néző is akkor kapja meg azt, amiért jött, hogyha látja, hogy mi tényleg nagyon szeretjük egymást. A pároddal melyik darabban találkoztatok? A párommal egy gálán találkoztunk, operett gálán. Áruljuk el a nevét azért, jó? Gacs Éva. Jó. És hát mondhatni, hogy az első pillanatban tudtuk, hogy van dolgunk egymással. Főszerepet játszottatok, vagy tehát együtt volt a szerepetek? Igen, most ez egy érdekes dolog, egyébként az operettben ugye vannak a főbb szerepkörök, a primadonna, a bon vivant, a táncos komikus és a szubrett. És általában ugye a bon vivant a primadonnával énekel, és ő a párja a színpadon, viszont az én párom a szubrett, tehát Évi szubrett szerepeket csinál főleg. Úgyhogy ez egy érdekes találkozás, de teljesen jól megvagyunk, kiegészítjük egymást. Visszatérve az operára, van egy nagyon kedves nyári olvasmányélményem, Lucinda Riley-nak van az Olasz lány című regénye. Nagyon-nagyon megfogott ez a történet, mert még soha nem olvastam két olyan főszereplőről, akik operaénekesek. És ebben a könyvben a lány is, és a fiú is operaénekes volt, és arról szólt a történet, hogy 12 évesen ez a lány, őnek is nagyon szép hangja volt, de hallotta énekelni ezt a fiút. És akkor ő leírta a naplójába, hogy ő lesz majd egyszer a férje. És a Milánói Szkálában énekeltek aztán majd együtt, és valóban össze is házasodtak, tehát az ő történetükön átível az egész történet. És abban a könyvben olvastam, hogy ugye a Milánói Szkálában énekelni az egyik csúcspont egy opera énekes számára, meg ugye New Yorkban. Ez tényleg így van? Tehát mi lehet az álmok álma egy opera énekes, és mi lehet az álmok álma mondjuk egy operett énekes számára? És mi a nagy álom számodra? A könyvet egyébként pont most olvasta párom, úgyhogy tudom is nagyjából, hogy miről szól, mert elmesélte, hogy gyakorlatilag egy bizonyos része egy az egyben megtörténik velem. Igen. Egy az egybe. Igen. Egyébként, amikor olvastam, én is rád gondoltam. Tényleg. Igen. Hát az operett gyakorlatilag az egy hungarikum. Magyarország és még Németország, Oroszország bizonyos területein nagyon elismert műfaj. Opera énekesek világszerte énekelnek operettet. És világszerte úgy gondolják, hogy ez egy méltó műfaj arra, hogy opera énekesek énekeljék. Viszont Magyarországon, ahol hungarikum és ahonnan ered az operett, úgy gondolják, hogy ez olyan snassz, ez olyan egyszerű dolog. És ez nagyon furcsa, hát ez hogy furcsa. Innen indul ebből az országból ez a műfaj, és a nagyon magas szakmai berkek nem tartják semmire. És ez nyilván ez egy fájó pont. Elhiszem, igen. De a világ bármely táján ez nem fordul elő, pont itt fordul elő ez. Ez szomorú. Olaszországban egyébként pont most voltunk nyáron, hogy gyakorlatilag az, ami nekünk az operett, tehát ez a magyar igazi ízig-vérig operett, az olaszoknak ugyanez az opera. Egy vígopera, egy drámai, bármilyen opera. Fesztivál. Így van. Tehát pont azt mondtam, hogy lehet oda kellett volna születnem,
Milyen jó lenne, hogyha anyanyelvi szinten... Hihetetlenül híres lennél szerintem olaszként. És most, ha ilyenbe gondolkodom, hogy opera karrier, vagy kiköltözzek külföldre, akkor ott van az, hogy például Olaszországban lehet szívesen élnék, de ott van az, hogy el kell sajátítani a nyelvet maximálisan. Igen. Úgyhogy pont ezen interben van ez, tehát gondolkozol rajta? Nagyon sok minden van. Ugye a könyvben, amit olvastál, pont ezt írják le, hogy otthon, ahonnan ő jött, nem hagyják őt érvényesülni. Igen. Most ezt is én sok helyzetben így érzem itthon, hogy bizonyos szituációkban nem hagynak engem érvényesülni. És valamiért azt gondolom, hogy külföldön nagyobb szerencsével járnék. De ezt operettel nem feltétlen tudom megtenni, kizárólag operával. Úgyhogy lehetséges, hogy ez a jövőm, ez majd alakul. Én meg nagyon büszke leszek rád, hogyha egyszer nagyon-nagyon híres, világhíres, befutott operaénekes leszel, és hogy ismeretlek. Jó. Van-e valamilyen kötődésed a Balatonhoz? Valami nagyon kis cuki élményed, ami ide köt? Nagyon sok, mert gyakorlatilag gyermekkori éveim nagy részét itt a kenesei honvéd üdülőben töltöttem. Úgyhogy az egy nagyon nagy élmény volt, és most meg azért nagy élmény, mert sokszor visszajárunk oda már fellépőként. Úgyhogy ez remek, illetve hasonlós. Más egyébként vízparton énekelni, ahol mondjuk másképp viszi a szél, a levegő, a hangot, mint mondjuk egy zárt térben? Mindenhol más, persze. Mindenhol más. Hát ugye szabadtéren a hangot semmi nem tartja ott, tehát a hang szétmegy, tehát ott nagyon jó monitorozás kell, meg nagyon jó hangtechnika, hogy hallják a nézők. Tehát bent mindig könnyebb dolgozni. De mindenhol más az akusztika. Kipróbáltad már magad a televíziózás világában, mint énekes? Láttam sokszor mész előadni, de volt valami olyan, ami mondjuk tehetségkutatóhoz kapcsolódott esetleg? Volt olyan is, de egy nagyon érdekes dolog, ami hát körülbelül 5 éve történt velem. Harsányi Gábor egyébként közel áll a szívemhez, tanított engem kicsinek, és most is mentoromként nézek rá, és azt mondta mindig, hogy Ricsi, még egy maradandó dolgot szeretnék csinálni ebben az életben. És hát ugye ő nagyon sok maradandó dolgot csinált, de mi a maradandó? Egy színházi előadást lehet maradandó? Nyilván. Egyébként számomra igen. Igen, ha dokumentálják mondjuk olyan kritikák, vagy felveszik a teljes előadást, akkor lehet. Vagy évekig emlegetik, hogy milyen jó volt. De úgy nem maradandó, hogy visszanézze valaki 50 év múlva, csak ha fel van véve. És akkor annyira megfogott ez a gondolat, hogy napról napra készülünk, fölmegyünk, szétnyílik a függöny, eljátsszuk, összemegy a függöny, és eltűnik. A színház a pillanat varázsa. És akkor döntöttem el, hogy tévézni fogok, meg amit lehet felveszek. Akkor elkezdtem stúdiószerűen felénekelni operettslágereket, csináltam opera feldolgozást, ami fogyasztható rock hangszereléssel került. Azt hallottam, nagyon jó volt. Köszönöm szépen. És akkor, hát most már többször is voltam kereskedelmi és állami televízióban, ahol énekelgettem különböző műsorokban. És volt, ahol eredményt is értél el, mondjuk a közönség nagyon-nagyon megkedvelt téged? Hát ugye ezek nem versenyek voltak. De ugye nézettségszámban mérik a sikert, azt szokták mondani, és olyan szempontból jó visszajelzések jönnek, hogy mondták, hogy nagyon jó. Ja, hát meg van egy nóta műsor szintén a állami televízióban, ahol rendszeresen párommal is énekelünk, és oda folyamatosan visszahívnak, és az például nagyon nagy siker, hogyha elmegyünk bárhova fellépni, akkor most már onnan is kezdenek megismerni bennünket. Én annyira szeretem, hogy feldolgozzátok a régi nótákat, dalokat. Mindig az jut eszembe, amikor én Veszprém megyéből származom, és amikor a nagyszüleimhez hazamentem, ők már sajnos nem élnek, de mindig, mikor beléptünk az ajtón, ment a tévében ez a Nóta TV, nem tudom milyen tévé volt akkor, de mindig azok a dalok, amiket ti is énekeltek a pároddal, és hát mondom, nem hiszem el, mindig visszaidéződik a gyerekkorom. Hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Tartsanak velem legközelebb is. Zárásképpen hallgassunk meg Ricsitől egy dalt.
az óra, eljött a perc. Ezerszer győzött le az élet, mégis felkelsz. Semmi nem számít, célot hív, csábít, ha figyel rád az ég, tá csodát lát ma még. Itt van az óra, rég erre várt, minek is bújná, nem lehet, nem tudsz, már rád várt. A pillanat élted, álmod ébred, száz feladat vár még, nem is élhetnél másképp. Eljött az óra, hogy szabadság, legyőzni kéteit, félelmet, méteit, magad smást. Eljött a perc, ami csak téged várt, út, ahol más még sosem járt. Így 7 év telt, más mondhatná, kár volt, tanúd, az sosem volt, hisz senki nem állt melléd, csak édes perc, kezdet és vég, így együtt szép, tetté vált szándék, miért tennéd másképp, miért vársz még? Ez lesz az óra, sorsváltozás, vagy most, vagy soha, mindegy, hogy csoda vár, vagy más. Félned nem kell, ez a végső határ. Mégsem volt légvár, itt állsz a témán, megtennéd száz. A helyszínt biztosította az Union Café Veszprém.